Nagyon szépen köszönöm, és szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon örülök, hogy ez a téma ilyen sokakat foglalkoztat, és ezen a világnapon van lehetőség a perinatológiai betegbiztonságról beszélni. Az egész kérdéskörnek a morális vagy humán dimenzióin túl rendkívül nagy jelentősége van az egész hosszú távú egészség szempontjából, hiszen az egyes betegségek globális egészségben eltöltött életi veszteségek szempontjából az újszülöttkori betegségek nagyon-nagyon magas pozíciót foglalnak el. 1990-ben a koraszülés, a harmadik, az érett újszülöttek aszfixiája, enkefalopátiája tizedik helyet foglalta el. Ezek a pozíciók 20 év alatt 2010-re valamelyest csökkentek, de 2020-ban összevonták a két kategóriát, és a világon az összes betegség közül az újszülötteket érintő ártalmak azok, amelyeknek a következtében a legnagyobb arányú életévveszteségek következnek be. Az újszülötteket és koraszülötteket érintő ártalmakban a fertőzéseknek nagyon komoly szerepe van, és általában most általánosságban a fertőzések betegbiztonsági aspektusai a területen szerzett fertőzések esetében ugye az egészségügynek a felelőssége, a beteg biztonság érdekében folytatott tevékenysége az egyrészt a megelőzés, a felismerés, a korai diagnózis és az időben megkezdett hatásos kezelés. Erről ma mindenkinek közeli, kétkezi tapasztalatai vannak a COVID járvánnyal kapcsolatban, és általánosságban a fölösleges kockázatos intervencióknak az elkerülése is az egészségügynek egy nagyon fontos feladata. A kórházi fertőzések kérdése viszont a betegbiztonság kérdéskör klasszikusa. A Semmelweis-i történet, a Semmelweis reflex is egy klasszikus kórházi fertőzés és iatrogénia kérdéskör, és ez ilyen értelemben a betegbiztonságnak egy központi, vagy egy nagyon-nagyon jéghegycsúcs indikátor jellegű kérdése. Visszatérve az újszülöttekre, az újszülöttek fertőzéseit azt korai újszülöttkori fertőzésekre, vagy késői újszülöttkori fertőzésekre osztjuk. A korai fertőzések azok az első 72 órában mutatkoznak az újszülöttnél, és ebben az esetben Magyarországon az elmúlt 20-30 évben egyfajta iatrogén, defenzív magatartás volt, túlzásba ment az feltételezetten fertőzött újszülötteknek bizonyos rizikók miatt az antibiotikumok adása, és ez bizonyos nagyon sokszor szeparációzós is vezetett, mert fölöslegesen antibiotikumot kezdtek, nem adták haza az újszülöttet az édesanyjával, és elválasztották tőle. Ebben nagyon nagy változás történt az elmúlt 5 évben Magyarországon, amit rövidesen be fogok mutatni. A késői újszülöttkori fertőzések viszont döntően a kórházban kezelt koraszülöttek és beteg újszülöttek problémaköre, ahol Magyarországon rendkívül magas a kórházi fertőzéseknek az arányszáma. Ebben is sikerült bizonyos lépéseket tenni, de ezek egyelőre a várt hatást nem hozták meg. Ezeket a lépésekről fogok bizonyos elemeket bemutatni. A korai kezdetű újszülöttkori fertőzések fő kórokozója az úgynevezett B-csoportos streptokokkusz, ritkábban E. coli, és aztán még ritkábban egyéb kórokozók szerepelnek. Bocsánat, ez rossz irányba mentek a diáim. A B-csoportos streptokokusz fertőzés esetén, hogyha egy édesanyja szűrés történik a 36. várandósági héten, pozitívnak bizonyul, és ezt követően a szülést követő, szülést megelőző 4 órával antibiotikumot kap, antibiotikum profilaxist, akkor 1 a 4000-hez az esélye annak, hogy az újszülöttön megjelenjen a fertőzés, míg ha az édesanyja nem kap a szülést megelőzően antibiotikumot, akkor ez a rizikó 1 a 200-hoz. Magyarországon 2017-ben született a korai fertőzésekről egy szakmai kollégium álláspoglalás, amit a tiszti főorvos
az azonnal kötelezővé is tett, itt az írásos változata, amellyel próbáltuk rendezni a fölösleges antibiotikumadás és a tényleges fertőzések kérdését, és ehhez csatlakozóan a Szülészeti és Nőgyógyászati Kollégium is kiadta a korai kezdetű B-csoportos streptokokusz fertőzéssel kapcsolatos állásfoglalását, aminek nyomán kötelezővé tették ezt a fajta szűrést. A két intézkedés együttes hatása az azt eredményezte, hogy drámaian csökkent Magyarországon az egészséges újszülöttek körében a fölösleges antibiotikum adás. Ez egy konkrét példa, egy vidéki kórháznak a adatai. Látható, hogy 2005 és 2019 között gyakorlatilag nyolcadára csökkent az antibiotikumban kezelésben részesített újszülöttek száma. Egy ehhez mindenben hasonló adat Gyöngyösről, ahol gyakorlatilag megint csak tizedére, huszadára csökkent a fölöslegesen antibiotikummal kezelt újszülötteknek az arányszám. Egyébként ez az egész kérdést egy betegpanasz indította el, amit a tiszti orvoshoz küldtek el, és ahelyett, hogy történt volna egy kriminalizáló vizsgálat az érintett kórházba, a szakmai kollégiumhoz fordult, és ennek nyomán születtek ezek a hiánypótló irányelvek. Tehát az ilyen ügyekhez mindenféleképpen kellenek nagyon határozott országos körű irányelvek, amelyek sajnos nagyon kicsiny számban vannak mind a mai pillanatig. A kórházban fekvő koraszülöttek esetében sokkal nehezebb a helyzet, vagy egyáltalán ezek ugye az újszülött intenzív osztályok világa. Itt a korai fertőzésekkel kapcsolatosan ugye téves diagnózisadás volt. Ha bizonyos rizikó volt, akkor feltételeztük 10 évvel ezelőtt, hogy a koraszülöttek azok fertőzöttek, és természetesen aki ilyen diagnózist kapott, az mindenféleképpen legkevesebb 5-7 napig antibiotikus kezelésben részesült. Ez az ábra az úgynevezett PIC adatbázisból származik, 2004 óta gyűjtjük az újszülött intenzív osztályokra vonatkozó gyógyítási adatokat. 2005 és 2007 között 48% volt ennek az egyébként téves és megalapozatlan diagnózisnak az arányszáma, és szakmai fórumokon ennek a tudatosításával, hogy ez nem megfelelő diagnosztikai alap, sikerült elérnünk a szakmai közösségen belül, hogy 22%-ra csökkent ennek a diagnózisnak az aránya. Nyilván ezzel kapcsolatosan az antibiotikum felhasználás is csökkent. A késői kezdetű újszülöttkori fertőzésekkel kapcsolatosan ebben a helyzetben ugye 72. életóra után mutatkoznak a tünetek, a kórokozó gram-negatív baktériumok, illetve a koagulás-negatív stafilokokkuszok, amelyek bőrbaktériumok, és nagyon kritikus kérdés az ESBL, az ANC és a különböző rezisztencia hordozások, és nem utolsó sorban az agyonhallgatott kórházi járvány. A késői kezdetű kórházi fertőzések megelőzésében nyilván nagyon komoly szerepet jelent az, hogy maga a páciens az egy nagyon esendő páciens, de az intenzív beavatkozások csökkentése, például a vénás táplálás, a lélegeztetés és a fölösleges antibiotikum használat nagyon nagy jelentőségű, központi szerepe van a kézhigiénének, az eszköz környezeti higiénének, a zsúfoltságnak és az ápolói létszámnak. Több olyan tevékenység is volt a PIC-ellátó rendszerben, amivel próbáltuk csökkenteni például az invazivitást, ez egy példa erre, az enterális táplálásnak a megkezdése rossz tévhitek miatt 2010 előtt, ez a mediánt mutatja, egyébként itt a X-tengely, ezek a betűk anonim módon egy-egy magyar újszülött intenzív osztályt jeleznek, és látható, hogy eléggé tarka a kép, különböző az osztályok gyakorlata, viszont ezzel kapcsolatos szakmai fórumok felvilágosítást nyomán sikerült elérnünk pár évvel ezelőttre, hogy gyakorlatilag minden osztály jó gyakorlatot követ. Ennek eredményeként a teljes enterális táplálás elérhetősége az 1500 gram alatti koraszülöttek körében annak idején 21 nap volt ennek az átlagos medián értéke, ez napjainkra 13-ra csökkent, azaz egy héttel korábban elértük a teljes enterális táplálhatóságot már az elmúlt években, azaz egy héttel átlagosan tudtuk rövidíteni az infúzióval vagy parenterális táplálással töltött időt.
Egy személyes példa a Semmelweis Egyetemről, ahol nagyon komoly programot kezdtünk 2018-ban a fölösleges antibiotikum kezeléssel kapcsolatosan. A különböző színek a Semmelweis Egyetem különböző intenzív osztályait, úszott intenzív osztályait jelölik, és látható nominális összegben, hogy két intézetünkben is harmadára tudtuk csökkenteni az antibiotikum költségeket. A zsúfoltság egy nagyon, és az ápolói létszám az egy kulcskérdés ezeken az osztályokon. Sajnos Magyarországon nem hajlandó foglalkozni vele a szakirányú kormányzat. Évtizedek óta harcolunk ezért. Egy minimum PIC ágyméret az 12 ágy, és a jelenleg a minimum ápolói létszám feltétel az másfél ápoló per ágyszám. Persze, de facto ez nem mindig van jelen az egyes osztályokon, de egy példa, hogyha van egy 12 ágyas PIC osztály, aminek bizony az év jelentős számottevő részében előfordulhat, hogy 100%-os ágykihasználtsága van, akkor ha betegórákat összeszorozzuk az összes nővérórával úgy, hogy nincs szabadság, nincs betegszabadság, betegállományban levő kollega, akkor 3 beteg per nővére jön ki az ápolói kapacitás, ami ugye a felnőtt intenzív ellátásban és békeidőkben 2 főben van maximalizálva. Hogyan nézett ki az elmúlt évtizedben a késői kezdetű bakteriális fertőzések arányszáma az újszülött intenzív osztályokon? 10 év alatt gyakorlatilag 42%-ról nem mozdult el, a bakteriális szepszis, tehát az igazolt véráram fertőzések száma 15-ről 13%-ra csökkent az 1500 g alattiak között, tehát számottevő eredményt nem értünk el. Külön előadást kellene tartani a készhigiéni kérdéséről, ami sajnos országosan és a saját intézményeinkben is egy nagyon-nagyon súlyos, nagyon komoly, rengeteg konfliktussal járó menedzsment harcot jelentő kérdés. Osztályokon súlyos konfliktusok vannak akkor, hogyha végre akarnak hajtani egy igazán hatásos készhigiénés projektet. Ez egyébként sikerült. Szerencsés lenne, hogyha Nádor csak a kollégám azért pár szót erre majd tenne, de én külön erről most nem akarok beszélni. Miért nem változik érdemben a kórházi fertőzések elleni védekezés hatásossága Magyarországon? Tettem föl magamnak a kérdést. Én azt gondolom, hogy elsősorban azért, mert ezeknek a fertőzéseknek és a kórházi járványoknak a kérdése is tabúsított Magyarországon. Nem lehetséges érdemi szembenézés és feladatkijelölés, ameddig nem tudunk szabadon ezekről beszélni. És persze a kórházi fertőzések elleni védekezés nem egy attraktív dolog, nem egy olyan új találmány, új védőoltás, ami nagyon nagy érdeklődésre tartana számot, egy kicsit túl olcsó, a bevezetése mentalitásváltás, szakmai önbizalmat és átmenetileg több emberi erőforrást igényel. És hát az egyik legfontosabb az, hogy nem tapasztaljuk a professzionális felelősség hordozását, amit én itt abban az értelemben használok, hogy a hivatásból adódó felelősség vállalása, vagy felismerése, vállalása és hordozása. Attól várható a jövőben, hogy a fertőzések vonatkozásában Magyarországon nő a betegbiztonság, akár a neonatológiában, akár a felnőtt ellátásban, hogyha valódi információ és adatgyűjtés lesz, ezekhez az adatokhoz a szakma hozzáfér, és természetesen ez az kell, hogy a szakmai szereplők, a szakma politikai szereplőkkel együtt fenyegetettség, szankciók nélküli értékelő megbeszéléseket folytathassanak. Amíg ez nem lesz, addig semmi nem fog történni. És aztán ezeknek a nyomán változástervek kellenek, és a változásterveket végre kell hajtani finanszírozott, ellenőrzött, egymásra épülő változásprojektekkel. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.